Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. Az első 20 között szeretné végezni Rióban Hellebrand Máté. 10 új játékossal várja rajtad a kisvárdai futballcsapat. A feljutást célozza meg a Nyíregyháza Spartacus. Szkopjéb utazott a válogatottal a kosaras Fazekas Csaba. A Borussia Dortmundba igazolt Majoros Bence. Az első 20 között szeretne végezni a Riói Olimpián Hellebrand Máté. A 20 kilométeres gyaloglásban induló Nyíregyháza atléta a jövő hét közepén utazik Brazíliába, addig hazai környezetben készül Pokrovenszki József tanítványa. Most már el lehet mondani, hogy abszolút látótávolságban az olimpia, vágod a centit? Igen, nagyon várom. Londonban még izgultam, sőt túl is izgultam. Most már nem izgulok, inkább csak várom. Milyen formában vagy? Szerencsére nagyon jó formában vagyok. Ezt alátámasztják az edzésen elért eredmények, illetve az idei verseny eredményeim. 5-10, illetve 20 km-en is egyéni csúcsot gyalogoltam, 10 km-en egy 31 éves országos csúcsot is megdöntöttem, és ezek igazából azt mutatják, hogy tényleg jó formában vagyok. Viszont ha most jön a neheze, hogy ezt a jó formát átmentsük az olimpiára. Nem lesz könnyű, ez egy 20-30%-ot jelent, mert úgy igazából át kell utazni ezzel a fél világon. Meg van adva, hogy melyik nap versenyzek, hány órakor, és aznap, abban a pillanatban kell a legjobbnak lenni. Mennyi munka, hány kilométer van benned? Most heti olyan 20-25 edzésem van, ami kilométerben 150-160 kilométert jelent. Vannak intenzív és kevésbé intenzív edzések, de most, hogy már közeledünk a versenyhez, most már az utolsó egy-másfél hétben most már ilyen könnyített edzéseim lesznek, és próbálunk egy kicsit rápihenni. A jövő hét közepén utazol ki Rióba, de azért ott még lesz egy bő heted a versenyedig. Az mivel fog eltenni, hogy építettétek fel azt az időszakot? Azt az egy hetet mindenféleképpen az edzés, illetve a pihenésre fogom tölteni, illetve próbálom majd megszokni az ottani környezetet, illetve az időeltolódást próbálom majd egy kicsit megszokni, illetve túlvészelni. Mit lehet tudni a mezőnyről? Körülbelül 80 fős társaság lesz. Londonban 56-an voltunk, most így többen leszünk. 2012-ben 32. lettem, most viszont szeretnék jóval előrébb végezni, legalább egy úgy 15-20 helyen. Mit lehet tudni a pályáról és a várható időjárásról? Hát az időjárás az nagyon kiszámíthatatlan, szoktam nézni az előrejelzéseket, és hát annyira kiszámíthatatlan, hogy egyik nap 31 fok van, másik nap 22 fok a csúcshőmérséklet lesz, vagy ez tényleg így nem lehet megmondani, hogy pont aznap milyen meleg várható. Ott most tél van, de hát így is nagyon párás a levegő, és meleg van. A pálya meg az óceán parton van, semmi árnyék nincs, szóval arra lehet számítani, hogy meleg napos verseny lesz. Pontosan mikor kezdődik a számod? Augusztus 12-én, ottani idő szerint 14:30, ami itteni idő szerint este 20:30. Lesznek-e kint Rióban olyanok, akik szurkolnak neked, mert az azért erőt adhat? Hál' Istennek lesz, jön a családom, a barátnőm, illetve a szponzorom és neki ismerősei. Összesen heten jönnek, aminek nagyon örülök, hiszen Londonban is kint voltak a szüleim, és nagyon nagy erőt adott, hogy ott voltak, és most is, ha lesz holdpont verseny közben, biztos túl fognak lendíteni rajta. Eddig nem túl jó hírek jöttek az olimpia helyszínéről, azok a csapatok, amelyek utaztak, el sem foglalták a szállásukat, foglalkozol ezzel, vagy pedig a magyar csapatvezetői úgyis megoldanak mindent addigra, amire kiutazik a delegáció? Igen, szinte minden nap csak rossz híreket lehet hallani az olimpiával kapcsolatban, de én bízom benne, hogy 2 hét múlva, mire én már ott leszek és versenyzek, addigra mindent megoldanak, illetve próbálok ezzel nem foglalkozni, és csak a felkészülésemmel foglalkozni. 13 távozó futballista helyére 10 új labdarúgó érkezett a kisvárdai futballcsapathoz. Az új játékosokat a hagyományos szurkolói ankéton mutatták be a klub szimpatizánsainak. Hasonlóan agilis, támadó, szellemi domináns stílusú típusú csapatot szeretnénk látni ebben a fél évben is, mint ami a tavaly jellemezte a csapatot. Azok a játékosok, akik távoztak, elsősorban a Costa, a Csillus. Azt gondolom, hogy
A kölcsönadásuk miatt kellett távozni, nem azért, mert nem tartottunk rájuk igényt, természetesen szeretük volna, hogy itt maradjanak, illetve a Bagi Pista, azok nagyon fognak hiányozni. Próbáltuk őket prótolni fiatalokkal, illetve érett játékosokkal, meg kell mondjam, sajnos még egy idáig nem sikerült. Természetesen az újaknak azért még több időre van szükség, hogy felvegyék azt a ritmust, illetve ezt a stílust, amit mi képviselünk, és bízom benne, hogy a hátralévő egy hét az elég lesz arra, hogy azt az egy-két hiányzó láncszemet megtaláljuk. Viszont nagyon nagy előnye a csapatnak, hogy az a 8-9 játékos, aki tavaly is húzó játékosnak számított, az most is rendelkezésünkre, tehát tulajdonképpen nem kell új csapatot építenünk, csak ezt a néhány hiányzó láncszemet kell megtalálnunk. Mi a hivatalos célkitűzés, hová kell odaérni a csapatnak a bajnokság végére? Lehet, hogy megmosolyognak, mégis azt mondom, hogy gyengébb a keretünk, mint a tavalyi hasonló időszakban volt. A 8. hely, első és a 8 hely között kell valahol lennünk, a költségvetésünk is erre van beállítva, a játékosoknak a premizálása is a 8. helynél van meghúzva, természetesen ott értettől szeretnénk többet, viszont nem cél a főjutás, egyértelműen, mint amit én mondtam, egy támadó hazai pályán lehetőleg mindenki ellen esélye föllépő együttes kell kialakítanunk. Nagyon sűrű lesz az augusztus, mire számít, az van-e kitűzött elvárt pontszám erre a hét mérkőzés, hiszen lejátszátok gyakorlatilag több, mint a őszi szezon egyharmadát. Mondhatom, hogy az augusztus ez kritikus, mivel hét mérkőzés játszunk, és sajnos ugye vasárnap lesznek a mérkőzéseink, és két alkalommal szerdán, illetve csütörtökön is pályára kell lépni, tehát nagyon fontos, hogy azokat a játékosok, akik idősebbek, illetve akik meghatározóak, azokat tudjuk majd néha pihentetni, tehát őket ki kell ezt váltani. Ez kulcs lesz, meghatározza az egész bajnokságot ez a hét mérkőzés. Ráadásul ebben a hét mérkőzésben játszunk a másodikon Soroksárral, a negyediken játszunk a Felcsúttal, majd utána a Békés Csabával is. Hát piszok nehéznek ígérkezik, meg is mutatja majd, én azt gondolom, a végső erősorrendet. Nagyon fontos a jó rajt, ugye Budaörs ellen léptek pályára Csákváron a nyitófordulóban. Milyen ellenféle, milyen meccsre lehet számítani? A Budaörs a tavalyi szezont, főleg ugye az őszit, parádésen vitte végig, harmadik helyen zártak. Egy sokat futó, agilis, játékos csapat, amely idegenben eddig jobban szerepelt, mint hazai pályán, nem véletlenül, és most is idegenben szerepelnek, mert a hazai pályukat felújítják, és Csákváron lesznek. A csákvári pálya lényegesen jobb, ez nekünk viszont előny, mert tavaly, amikor ott voltunk, bizony azért valljuk meg, a budaörsi pályán nem a legkellemesebb volt futballozni. Sikerült, akkor simán nyertünk 3-mal. Én azt gondolom, hogy most ez sokkal nehezebb lett annál is inkább, mivel a Budaörs is az első mérkőzésére készül, és még ilyenkor ismeretlenek, nem tudjuk még őket, hogy mire képesek. Az edzőmeccsekből nem lehet kiindulni, nincs is fönn még értékelhető momentumuk az interneten, illetve a honlapjukon sem. Tehát tulajdonképpen a régi emlékeinkből kell majd táplálkozni, és úgy kell felkészülni, hogy a saját játékunkat tudjuk játszani, és ők alkalmazkodjanak hozzánk. Én bízom benne, hogy azért sikerül elhozni 3 pontot. Az elmúlt holt szezonokhoz hasonlóan ismét jó néhány új játékos érkezett Kisvárdára. Az elmúlt időszakban mennyire csiszolódott össze a társaság? Én azt gondolom, hogy ez az idő elég volt arra, hogy összecsiszolódjon a társaság, és azt is el kell mondani, hogy azért a csapat magja mégiscsak egyben maradt, tehát hogyha a tavalyi kezdőcsapatot nézzük, akkor azt hiszem 7 vagy 8 játékos itt maradt abból a csapatból, úgyhogy az újakat pedig úgy gondolom, hogy minőségi játékosok érkeztek, és remélem, hogy azok, akik elmentek, megfelelően tudják őket pótolni. Milyen 2016-17-es szezont vársz a csapattól és magadtól? Nagyon bízom benne, hogy ez is egy sikeres szezon lesz. Nem mennék bele abba, hogy most milyen helyezéssel lennék elégedett. Természetesen minél előrébb az annál jobb. Én azt gondolom, hogy a csapat meg fog tenni mindent a pályán, és azt majd mire lesz elég, azt a későbbiekben meglátjuk. Tavaly meglehetősen emlékezetes a sikeredet számodra is a szezonnyitó, ugye a Csákvár elleni hazai mérkőzésről beszélek, most idegenben kezd majd a Kisvár a Budaörsön. Milyen első meccsre számítasz, hiszen ilyenkor a bajnokság elején még vannak csapatok, amelyek nem alakultak ki teljesen? Nehéz mérkőzésre számítok, de úgy gondolom, hogy minden mérkőzés nehéz lesz. Ez tavaly is bebizonyosodott, hogy egy nagyon kiegyensúlyozott mezőny volt. Igaz, hogy most felemelték a létszámot, és 20 csapatos lesz az MB2, de azt gondolom, hogy egy nagyon kemény mérkőzés vár majd ránk. Csákváron játszunk ugye igazából a Budaörssel, de természetesen, tehát attól függetlenül most a Budaörsnek ez jelenti a hazai pályát. Úgyhogy megpróbálunk egy jó mérkőzést játszani, és úgy gondolom attól függetlenül, hogy a találkozó esélyesei azért mi vagyunk, úgyhogy szeretnénk majd ezt bebizonyítani majd ott is, és 3 ponttal majd hazaérkezni.
Mikor legutóbb beszélgettünk, még lehet azt mondani, az ismerkedés stádiumában voltál a csapattal, most már azért a felkészülés a célegyenesbe fordult, jövő hétvégén kezdődik a bajnokság. Hogy érzed, milyen csapat áll össze, vagy állt össze itt Kisvárdán? Azért elég sok edzőmérkőzés játszottunk, áll az égnek, jó volt a szervezés. Én azt mondom, hogy azért van még mit fejlődni, ugye most jött a védelembe egy új ember, a Talabér Attila is. Ugye a Papucsek Barnával játszottam középen, azt mondom, hogy a védősornak azért még folyamatosan kell azért egymáshoz csiszolódni, sőt nekünk kell még a védősornak ugye a középpályához is csiszolódni, erre azért voltak lehetőségek, mérkőzések, de azt gondolom, hogy azért van még mit ebben fejlődni, de hát itt van egy utolsó mérkőzés, azon még pluszba tudunk gyakorolni, jövő héten meg a főpróba, meglátjuk, szerintem jól fog sikerülni. 7 meccset játszik a csapat augusztusban, gyakorlatilag több, mint az őszi szezon egyharmada, meglehetősen erőltetett lesz ez a menetelés, és hát aki jól rajtol, az meghatározhatja az egész őszt. Milyen augusztusra számítasz? Ez így van, ez egy oltári nehéz augusztus lesz, sőt szerintem az egész szezon nehéz lesz, ugye rengeteg mérkőzést játszunk, sőt majd összejönnek majd a kupamérkőzések is, úgyhogy rengeteg hétközi mérkőzés lesz, sokat fogunk utazni, azt is tudjuk, de ugye az első hét mérkőzés az nagyon fontos nekünk, hiszen egy jó rajttal elhúzhatunk a mezőnytől, és remélem, hogy így is lesz. Gondolom azért figyelitek a riválisok eredményeit, erősítéseket. Milyen bajnokságra, milyen riválisokra számítasz? Mint mondtam, az előbb nehéz lesz. Tudom, azért nagyjából fel vagyunk készülve, hogy kik lesznek ott az elején, és kihez mérten kell nekünk azért majd küzdenünk. Azt mondhatom, hogy azért akik felkerültek NB3-ból, azokat sem lehet leírni, sőt, ők meg szeretnék mutatni, hogy az NB2-ben van a helyük, úgyhogy ezért mondtam, hogy egy elég kiegyensúlyozott NB2-re számíthatunk. Hazai környezetben a Csákvár ellenkezi vasárnap a bajnokságra a Nyíregyháza Spartakusz. A 13 új játékos igazoló klub célja a feljutás jelentő első két hely valamelyikének megszerzése. Új osztály és gyakorlatilag új csapat, olyan keretet sikerült összeállítani, amit elképzeltetek az átigazolási időszak elején? Igen, szerettünk volna még igazolni, most már utólag elmondhatjuk, hogy a Lackó Zsolttal is és a Lázárral is tárgyaltunk, szóval meg is egyeztünk, nem bennünket választottak, de azt hiszem, hogy tudtuk őket pótolni, bár még előre egy gólvágót, egy támadót el tudnánk képzelni a csapatba, augusztus is sok minden történhet. Mi a hivatalos célkitűzés, ugye ha ránéz valaki az NB2 mezőnyére, 3-4 csapat között a Nyíregyházát is úgy könyveli el, mint aki fel akar jutni? Egyértelműen fel akarunk jutni, ez a cél. Ez rövid volt és gyors, viszont azért lesz 38 forduló, egy nagyon hosszú bajnokság. Mezőnyt nézve, milyen szezonra számítotok? Úgy gondolom, hogy a 38 meccsen kívül vagy úgy remélem lesz egy néhány kupa meccsünk is, tehát több lesz. Megpróbáltuk létszámba is, meg minőségbe is bővíteni a keretet azért, hogy nagyobb legyen a választási lehetőség az edzőnek, meg hát megkopnak, elfogynak a játékosok egy ilyen hosszú menetelés alatt. Nyilván, hogy lesz 4-5 csapat, aki a bajnoki címért küzd. Úgy gondolom, hogy a Felcsúton kívül a Békés Csaba, a Zalaegerszeg, Nyíregyháza, Kisvárda, és valaki mindig jön a suranópályán. Ezekre a csapatokra kell főként fókuszáljunk. Aztán lesznek olyan futottak, még kategória és néhány csapat, aki nem fog odaférni. Meglátjuk, úgy gondolom, hogy azok a csapatok fognak jól kijönni a bajnokságból, akinek elég hosszú a kispadja, elég bő a kerete, mert ez egy ember próbáló hosszú bajnoki sorozat lesz. Visszatérve még az igazolásokhoz, vonzó volt a Nyíregyháza futbolisták számára? Igen. Látták, hogy van cél Nyíregyházán, látták, hogy vettük az NB3-at akadály nélkül, tehát nem adtuk fel, és sok játékossal tárgyaltunk. NB1 külföld vagy Nyíregyháza, tehát tulajdonképpen szinte valamennyien kijelentették, hogy azért jönnének ide szívesen, mert látják, hogy van cél a csapatnak, és van arra esélyük, hogy NB1-be szerepeljenek. Jó 15 évvel ezelőtt egy téli felkészülés követően Garang Völgyel és az akkori szpari edzőt kérdezem, hogy sikerült a felkészülés, és azt mondta, hogy ha az első meccsen gyerünk teljesen mindjárt, akkor korcsolyázhatunk is volna egész idő alatt. Az eredmény számít, te milyen érzésekkel várod a rajtot? Hát csatlakoznék a mesterhez. Lejátszottunk 6 edzőmérkőzést, de hogy azokon mi volt, hogy alakult, mennyi lett, hogy játszottunk, az teljesen nem irreleváns.
Egyetlen dolog fontos a hétvégi meccset, bár még nem álltunk teljesen össze, meg kell nyernünk, nem lesz könnyű, de azt gondolom, hogy a játékosaink minősége azt feltételezi, hogy nyerni fogunk. Gyakorlatilag egy új Spartacus épült, hiszen nagyon sokan ugye a légiósok elmentek, és rengeteg játékos érkezett. Mondtad, hogy nem állt össze a csapat, mégis hol tartottak a csapatépítésben? 12 új játékos jött hozzánk, plusz néhány ifista a saját utánpótlásunkból. Én azt gondolom, hogy a felkészülésünk megfelelő volt. Aki tavaly nálunk volt, illetve aki végig csinált az alapozást, azok a játékosokkal nem lesz gond. Ő kérte a felelősséget, én vállalom, de sajnos volt, aki csak egy bő hete érkezett hozzánk. Az ő játékuk, előletük még picikét olyan kérdőjeles, de vasárnap este 6-tól nem lesz különösebben mentségünk. Ha így, ha úgy, ha szép játékkal, ha csúnya játékkal, ha egy gólval, ha kettővel, Isten adná még többel, mindenképpen nyernünk kell. Egy nagyon húzós augusztus lesz, 7 meccset játszanak az NB2-ben a csapatok, gyakorlatilag meghatározhatja az egész ősztel, talán az egész bajnokságot. Van-e kalkulált pont vagy elvárás erre a 7 meccsre? Kalkulált pont nincsen, inkább az van bennem, hogy azt tudom, hogy nem fogunk minden meccsen szépen játszani, hiszen elképzelhetetlen az, hogy egy csapat ennyi új játékossal villámgyorsan összeálljon, de egy dolog biztos, amivel kalkulálok, az, hogy a játékosai minden mérkőzésen a tudásuk legjobbát adják, küzdjenek, harcoljanak a győzelemért, és hogy ez mire lesz elég, azt nem tudom még, de a legfontosabb az, hogy is fogalmazzak, hogy ne legyen túlságosan nagy szakadék az első, nem tudom ki lesz az, illetve közöttünk, és szépen lassan heteken belül össze fogunk állni, és akkor a játékunk is már jó lesz, és szépen lassan azt gondolom, hogy helyünkre fogunk kerülni, ami az első két hely valamelyike reményeim szerint. Erre akartam rákérdezni, tavaly azt mondtad, hogy NB3-ból fel fog jutni a csapat, most mondtad, hogy ilyet nem tudsz ígérni, de azért, aki megnézi az NB2 mezőnyét, a Nyíregyházát már csak a múltja miatt is odasorolja, hogy olyan csapat, aki fel akar jutni. Nyilvánvalóan ez így van. Én azt fogalmaztam meg tavaly a szurkolók irányába, hogy ígérem azt, hogy bajnokként fogunk feljutni. Most ilyet nyilván nem tudok ígérni, hiszen van egy kiemelkedő csapat az NB2-ben. Aki talán még nálunk is előrébb tart, de abban biztos vagyok, hogy óriási harcban leszünk a feljutásért. Sok minden kell az, hogy feljussunk, kell a játékosoknak a hozzáállása, a szakmai munka, a nézők lelkesedése, amire most is nagyon-nagyon számítunk, ahogy a korábbiakban is, és azt gondolom, hogy ha minden stimmelni fog, akkor nagyon komoly esélyünk van, hogy feljussunk jövőre az első osztályba. Bekerült a szkopjei B-csoportos U18-as kosárlabda Európa-bajnokságra utazó szűkített keretbe Fazekas Csaba. A nyíregyházi játékos Ferenci Tamás irányításával szeretne az első három hely valamelyikként végezni, ami az A-csoportba jutás jelenteni a nemzeti csapat számára. Június 13-án kezdtük a felkészülés Székesfehérváron, ahogy említetted, felkészülési mérkőzéseket a románokkal vívtunk, 2 mérkőzést, utána Csehországba utaztunk, Nimburgba, ahol a csehekkel mérkőztünk meg, utána hozzánk látogatott az osztrák csapat, ővelük 3 mérkőzést játszottunk, és úgymond a főpróba Szerbiában volt a szerb U18-as válogatott ellen. Mennyire vagy elégedett a tapasztalatokkal, a látottakkal? 17 játékossal kezdtük meg a felkészülést. Első héten próbáltuk a játékosokat fizikálisan olyan állapotba hozni, hogy végig tudjuk dolgozni, illetve végig tudjuk versenyezni ezt a nyarat. Ezt követően a taktikai munka folyt. Én úgy gondolom, hogy a srácok jól dolgoztak. Kellően fárasztó volt számukra, meg kellett küzdeni a nagy meleggel is, nem csak a napi 2x2 órás edzéssel is. Én úgy gondolom, hogy felkészültünk. Igaz, az utolsó mérkőzésen 2-3 játékosunk apró sérülés szenvedett. Én bízom benne, hogy senkit se kell itthon hagyni, és a lehető legjobb 12 játékosra utazunk ki az Európa-bajnokságra. Fazekas Csaba személyében egy nyíregyházi játékosa is volt a bővebb keretnek, egy évvel fiatalabb a korosztályánál, de bekerült az utazó keretbe, és mivel érdemelte ki? Leginkább azzal, hogy jól dolgozott a felkészülés során. Ő volt a 99-es születésű játékosok közül, aki legjobb teljesítmény nyújtotta, és a bő keretből sikerült a szűkített 12-es keretbe is bekerülni, úgyhogy ez egyértelmű, hogy az ő érdeme. A felkészülési időszak utolsó két meccsen a szervekkel játszottatok, és jó helyt állt a csapat. Mennyire biztató ez a Skopje jebi előtt, mi a minimális és mi a maximális cél? Mindenféleképpen biztató, hogy egy ilyen kosárlabda kultúrával rendelkező ország csapat ellen helytáltunk és jól szerepeltünk.
mindenféleképpen szeretnénk a csoportból tovább jutni. Ehhez az első második helyen kell végezni. Bízom benne, hogy ha 8 között vagyunk, a keresztjáték során 4 közé is bejutunk, és ott már bármi lehet. Ha már ott vagyunk, akkor szeretnénk megragadni azt a lehetőséget, hogy az első, második, harmadik helyezett csapat jut fel az A-divízióba. 17 játékos kezdte el a felkészülés az U18-as Európa-bajnokságra. Ugye te a korosztálynál egy évvel fiatalabb, vagy milyen célokkal utaztál a 6-7-es felkészülésre? Először is próbáltam a legjobb teljesítményt nyújtani a válogatott edzőtábor során, és gondolom, hát is remélem az edzők is meg voltak velem elégedve. Persze az is célom volt, hogy bekerüljek a 12-es keretbe, ami sikerült, és hát elégedett voltam nagyon a csapattal is, és a munkámmal. Jó néhány edzőmeccset játszottatok, a végén szerb csapattal mérkőztetek meg kétszer is, ugye ők A-csoportosok, és hát európai vonalhoz tartoznak. Milyen volt ellenük játszani neked, ha minden igaz, kifejezetten jól ment a játék, pont erősen játszottál? Hát köszönöm, ez a két mérkőzés szerintem nagyon nagy szerepet játszott a felkészülésünk során, mivel ez a csapat ugyebár az A-divízióban is nagyon nagy erőt képvisel, és szerintem pont ez így az edzőtábor végére nagyon jól sikerült nekünk, hogy egy ilyen csapat ellen tudtunk játszani. És mindössze csak 10 ponttal kaptunk ki, ami szerintem nagyon jó eredmény. És hát nem sokan mondhatják el azt, hogy 30 negyedben 20 ponttal megverték Szerbiát. Milyen csapatta érett össze ez a társaság? Milyen gádult az igazából, hogy érzed? Szerintem ez a csapat nagyon jól összekovácsolódott így a végére, mert korábban is ismertük egymást, ugyebár télen is voltak edzőtáboraink, és novemberben. Szerintem, hogyha ugyanígy fogunk dolgozni az Európa-bajnokságon, akkor meg lehet a cél, és feljuthatunk az A-divízióba. Nevelő egyesületénél Nyírbátorban készült egy hetet Majoros Bence. A válogatott kerettel gasztai teniszező Németországban egy szinten feljebb lépett, ősztől a Bundesliga 2-ben szereplő Borussia Dortmundban folytatja pályafutását a fiatal játékos. Én már egy jó pár éve azért jártam ki Oxenhausenbe, szóval nem egy ismeretlen légkörbe mentem. De igazából az edzés, meg minden az egész légkör, a társaság, mindenki nagyon-nagyon pozitívan látta ezt, hogy én megyek oda, és én is ennek nagyon örültem. Nagyon jó munka folyt az egész évben, nagyon sokat fejlődtem, hál' Istennek, hoztam szép eredményeket is. A ligában az első fél év az igazából tényleg nagyon új volt, mert hát az ott az első fél év, amikor nem Nyírbátorban játszottam, hanem teljesen új csapatban, teljesen más légkör. De hál' Istennek befogadtak. Én is megszoktam az ottani légkört a meccseken, és a következő fél évben viszont nagyon-nagyon-nagyon jól játszottam, alig buktam pár meccset. Ugye az összesítésben a ranglistán negyedik voltam az egész ligában. Ami azt jelentett, hogy egy lépcsőt fokkal feljebb, és hiszen a nagyon patinás Borussia Dortmundhoz szerződtél Bundesliga 2-be, ez mennyivel lesz nehezebb, mennyivel erősebb a másodosztály, a harmadosztálynál? Ez már tényleg csak egy karnyújtásnyira van a Bundesliga 1-től, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó játékosok játszanak ott, és tényleg ott már évek óta megvannak a csapatok, tehát nagyon rutinosak ott a játékosok. Igazából én még hátul fogok kezdeni, meglátjuk, hogy ez hogy fog muzsikálni. Lehet, hogy még erős lesz, és még kell egy fél év, hogy még ott lent legyek, de hát, hogyha esetleg ugyanúgy fejlődök, mint eddig, akkor hát fel tudok lépni, és elő fog tudni majd játszani. Hogy néz ki a felkészülési programod, mikor utazol Németországba, és milyen egyéni versenyek várnak rád az őszi időszakban? Jövő hétvégén fogok utazni Németországba. Ott már elkezdjük a felkészülést egészen augusztus 1-től, és egész augusztusban folyamatosan edzőtábor. Aztán szeptember elején lesz majd egy belga pro tour, ahova menni fogunk a válogatottal, aztán később pedig Budapesten lesz a felnőtt Európa-bajnokság. Azt már meglátjuk, hogy oda beférek-e. Mindenféleképpen az a célom, hogy ott játszani tudjak, de ez még a jövő zenéje. A nyári szünetben is pattog a labdét, hogy UEFI Tibor edzőközpontban. Ugye Majoros Bence itthon készül, utazik majd Németország, viszont a klub két saját nevelési játékosa, saját játékosa is itt tréningezik. Róluk mit kell tudni? Nagyon komoly felkészülésben vannak éppen benne. Nagyon kemények a feladatok, amik várnak rájuk az elkövetkezendő időszakban.
Egyrészt ugye a hazai és nemzetközi versenyek, másrészt a Molnár Dávid esetében most már ettől az évtől nagyon markánsan kellene, hogy Gyirbátor asztali teniszét képviselje a csapaton belül. Nagyon szeretnénk, hogyha ő lenne a kettes számú játékos a klubnak, ezért azt gondolom, hogy egy nagyon komoly felkészülést kell neki hozni, és reméljük, hogy sikerül is ez a terv. Másik pedig az, hogy ősztől ő ifi válogatottal fog utazni a különböző nemzetközi eseményekre, és ahhoz, hogy a célja teljesüljön, hogy következő évben ifi Európa-bajnokságra is kijusson, valamint ott is egyre jobban letegye a névjegyét, ahhoz nagyon szép eredményeket kell, hogy hozzon, és azon vagyunk, hogy azt biztosítjuk. A szakmai hátteret úgy érzem, hogy most már sikerült összerakni. Ez a régiós utánpótlás edzésközpont nagyon komoly lehetőséget biztosít arra, hogy soha nem látott megfelelő felkészülés tudjunk ebbe az évtől az évtől produkálni, és nagyon reméljük, hogy ez fogja hozni a elvárt eredményeket. Sokáig úgy volt, hogy ott leszel Zágrában az ifjúság és serdülő Európa-bajnokságon, végül azonban nem utaztál el a magyar válogatott, amiért? Azért, mert sokáig negyedik volt a ranglistán, és a Terék Norbert az nyolcadik volt a ranglistán, még két hónap ezelőtt, és a sérülése miatt úgy volt, hogy nem indult, de végül mégis elindult, és akkor őt vitték ki. De szóba volt ez is, hogy az ifjúsági Európa-bajnokságra kijutok, és miszerint lett egy új szabály, hogy serdülő nem indulhat ifi EB-n, serdülő indul ifi EB-n, csak nem játszott egyénit, csak párost és csapatot. Tavaly elég sokat játszottál az NB1-es csapatban felnőttek ellen. Milyen volt, milyen mérleggel zártál? Az elején nagyon jól kezdtem, 50%-kal fejeztem be az első szezont, amelyet nagyon örültem. Sok döntőszett elúszott, úgyhogy a második szezonra 35%-ot sikerült teljesítenem. Mi a célod az előttünk álló bajnokságban, ugye továbbra is NB1-es a nyírbátori csapat? A kettes számú játékos leszek. Én próbálom magamba kihozni a legtöbbet, próbálok egy ilyen 60% körül teljesíteni, és meglátjuk. A férfiak után van egy ifjú hölgy, aki nyírbátori színekben kiléphet majd a nemzetközi porondra. Ha nem hallja, akkor azt mondom, hogy ő egy gyöngyszem itt nem csak a magyar nyírbátori asztali tenész életébe, hanem az egész ország asztali tenész életébe. Ilyen van elsőtől ő vezeti a magyar ranglistát. Az utóbbi 5 év legnagyobb tehetségének tartják a szakmába. Nagyon remélem, hogy itt Nyírbátorban mi hozzá tudjuk segíteni ahhoz, hogy azt az eredményt, amit a Majoros Bence elér, ő is elérje. És onnantól kezdve az ő céljai és ambíciói szabnak határt a ő lehetőségeinek. Mit kell tudni erről az EB-ből, hogy jutottál ki oda? Az előző két versenyen második lettem, és ott bevettek a válogatottba, és velük megyek ki. Milyen eredményre számít, azt mit szeretnél ott elérni? Hát főtáblán szeretnék fent lenni, és még a dobogó is remélem meg lesz. És milyen itt a fiúkkal edzeni, olyan fiúkkal, akik azért már nagyon sok nagy versenyen, komoly versenyen értek el eredményt? Hát sokkal jobb, mert tanulhatok tőlük, meg is tanítanak pár dologra. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!